A Környezet és Energia Operatív Program keretében valósult meg Hévízgyörkön a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a Művelődési Ház nagymértékű energetikai korszerűsítése. A felújított intézményeket 2016. január 22-én a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között adták át a településen. A kultúra teremtés és átadás elsődleges szintere az iskola. Úgy gondolom, erre az átadó ünnepségre nem is találhattunk volna alkalmasabb időpontot a naptárban. Az iskola örök és mindenkié. Mindenki volt, most az, vagy lesz iskolás. Az iskola ugyanazt kell, hogy jelentse, kiindulási pontot, alapot, sorsdöntő a jövő, az egész élet alakulása szempontjából. Közös feladatunk, hogy ezt az alapot minél szilárdabbra, erősebbre munkáljuk, nap mint nap. Az iskola a jövőről szól, hogy egy közösség bízik a jövőben, hogy egy közösség tesz annak érdekében, hogy valóban legyen jövője. A pedagógus az iskola keretein belül építi a jövőt. Nagy jelentősége van annak, hogy tanulóink milyen iskolába járnak, hiszen a környezet hatással van mindenkire. A környezet azt sugallja, hogy rendben vannak a dolgok, hogy helyén vannak a dolgok. Fontos, hogy szép legyen, rendezett legyen. Régen vártunk már erre a pillanatra. A Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Az átadó ünnepségen Bazan Tibor Hévízgyörk község polgármestere Betlen Gábor jelmondatával köszöntötte a megjelenteket. Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Amit lehetett, azt megtettük. Megtettük, hiszen nem csak lehetett, hanem kellett is. Kellett azért, hogy gyermekeink jobb, méltóbb, szebb körülmények között végezhessék munkájukat, amely nem más, mint a tanulás. Ezért kellett szigetelni és új nyílászárókkal ellátni a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskolát, amely így harmadik felújított közintézményként ékesíti településünk főutcáját. Kellett azért is, mert lehetett. Köszönet érte Szabó Zsolt államtitkár úrnak és Vécsei László képviselő úrnak. Meg kellett tennünk őseink, saját magunk és gyermekeink a jövőnk miatt. Ezek után is meg kell tennünk mindent, amit lehet, otthonunk fejlődése, építése érdekében. Hiszem és vallom, hogy múlt nélkül nincs jelen, és jövő sincs. Múltunkat, hagyományainkat megtartó, megőrző és továbbadó hagyományőrző csoportjainknak nagy szerepe van abban, hogy múltunk nem merült feledésbe. Ezen csoportjaink minden nap megtöltik élettel művelődési házunkat. Ezért is nagyon fontos, hogy ennél az épületnél is, amit lehetett, azt megtettük. Ahogyan az iskolánk, úgy művelődési házunk is szigetelést és új nyílászárókat kapott. Ennek a felújításnak köszönhetően a hévízgyörki értékeket ápoló civil szervezeteink is méltó körülmények között tarthatják összejöveteleiket. Vécsei László Pest megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében elismerően nyilatkozott arról, hogy a sikerek elérésében, az eredmények kamatoztatásában, illetve Hévízgyörk jövőjében a nagy létszámban megjelent vendégek többségének fontos szerepe van. A költő szavaival élve, ha jövőt akar egy település, akkor az a legfontosabb, hogy a templomot és az iskolát ne hagyják. Nos, azt gondolom, Hévízgyörk az elmúlt években nagyon jó példával járt elő itt a környékben is, hiszen a templom felújítások kapcsán, és lelkipásztor hölgyet, urakat is szeretném ezzel köszönteni, megmutatta, hogy vigyáz a templomra, vigyáz arra, hogy a lelki táplálékot a itt élők mindenkor megkaphassák. Tisztelettel köszöntöm az asszonykórust is. Látszik a jelenlétükből, és látszik abból, hogy a következő generáció, a gyerekek generációja is büszkén viseli a
kárpát-medencei népviseletet, és ezzel mintegy a nemzet lelki egységét is fölmutatja, megtestesít itt helyben egy magyar kis településen, faluban, és az asszonykórus, azt gondolom nem kell a helyieknek bemutatni, hogy mennyit tesz folyamatosan azért, hogy éljen a hagyomány helyben. Nagyon eredményes munkájukhoz további sok sikert kívánok, és hogy a fiataloknak át tudják adni ezt a lelkesedést. Tisztelettel köszöntöm a környékbeli polgármester urakat is, akik azt az üzenetet hozzák el egy ilyen ünnepen, hogy nincs egyedül egy település. A település a környezetébe, a kistérségébe, a régiójába szervesült egységként működik, és bizony nagy szükség van arra, hogy a szomszédos települések egy-egy térség összefogjon. Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára úgy fogalmazott. A Petőfi Sándor Általános Iskola és a Művelődési Ház átadásával több évtizedes tartozást róttak le a településen. Hévíz György a mai napon hitet tett, és hitet tesz. Hitet tesz kultúránk mellett, hitet tesz iskolánk mellett, hitet tesz az egyházunk, a katolikus egyházunk, a keresztény egyházunk, az evangélikus egyházunk, a református egyházunk mellett. Ez a mi jövőnk. Mi itt élünk hosszú évszázadok óta a Kárpát-medencében, itt élünk így együtt, és hiszünk abban, a mai napon ennek Hévíz György külön letette az asztalra a voksát, hiszünk abban, hogy a következő évszázadokban itt leszünk. Hiszen aki iskolát újít föl, az hisz abban, hogy gyermekzsibongás, gyermeknevetés fogja ezeket a termeket betölteni, és a falunak van jövőképe. Mert azokért, akikért ma építettünk, ő rajtuk lesz az a teher, hogy a jövőt vigye, hogy gondoskodjanak az idősekről, felnőve a társadalmat építsék, vigyék előre, és dolgozzanak a környezetért. Az átadó rendezvényen az iskola tanulói műsorral emelték az ünnepség fényét. Az énekkar előadását követően a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére Vasvári Rihárd szavalta el a himnuszt. Végül a hatodikosok moldvai koreográfiát mutattak be. Felújított iskolaépületet a helyi egyházi felekezetek lelki vezetői, Bartos Gergely református lelkész, Karácsondi Mihály plébános és Lindákné János Zsuzsanna evangélikus lelkésznő áldották, illetve szentelték meg. A nemzeti színszalagot Szabó Zsolt államtitkár és Vécsei László országgyűlési képviselő mellett Bazan Tibor polgármester, valamint Kustra Hajnalka igazgatónő vágta át. A Hévíz Györki Petőfi Sándor Általános Iskolának az egyik része az 1960-as évek végén, a másik része, amit új iskolának nevezünk, az 1980-as évek végén épült. Ezzel én úgy gondolom, hogy el is mondtam mindent, hogy ez már nagyon-nagyon indokolt volt a nyílászárócsere, hiszen a nyílászárójaink olyanok voltak, hogy ahogy szoktam mondani, amikor nem függőlegesen esik a hó, akkor sajnos beesett az ablakokon. A hó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha valamikor, meg valahol ez már nagyon-nagyon időszerű és nagyon-nagyon szükséges felújítás volt ez itt Hévíz Györkön. A település önkormányzata 2015. júniusában nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Ennek ügymenete rövid lefolyású volt. A benyújtást követően alig fél év alatt megújult és átadásra került a két intézmény. Hála jó Istennek ez olyan pályázati kijárás volt, hogy 100%-os előfinanszírozású volt a pályázat. Tehát önkormányzati önrész nem kellett hozzá, és előre megkaptuk a pénzt.
Az általános iskolánk felújítása során 71 darab nyílászáró került cserélésre, 1000 négyzetméter födémszigetelés és 1000 négyzetméter falszigetelésre került sor. A munkálatok az előző esztendő december hónap elején értek véget, műszaki átadás is akkor történt, de természetesen, hogyha bármi gond adódik itt időközben, 5 év garancia van rá vállalva, annyit vállalt a kivitelező. A Petőfi Sándor általános iskola felújítása mintegy 70.940.000 forintból valósult meg. 246 tanuló jár most az intézményünkbe, és 21 pedagógus helyen rendelkezünk. Ez betöltött álláshelyeket jelent. Mindenki ezt nagy örömmel fogadta, és amint polgármester úr is elmondta, tehát az ablakainkat már nagyon nehezen lehetett nyitni, zárni, és hát most ez minden megoldódott, és gyönyörű szép ablakaink lettek. Ugyancsak KEOP pályázat keretében valósult meg az 1969-ben épült Hévíz-Györki Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje, homlokzati és födémszigetelése is, mintegy 33.780.000 forintból. Úgy gondolom, hogy a művelődési ház egy olyan központi, közösségi hely kell, hogy legyen minden településen, amely mindenki számára ugyanúgy nyitva áll a gyerekektől az idősebbekig, mindenkinek lehetőséget biztosít a kulturált szórakozásra és közösségünk kisebb-nagyobb eseményeinek méltó megünneplésére. Ezek a fejlesztések, beruházások természetesen egy jól összehangolt csapatmunka eredményei. Köszönetet mondok elsősorban a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, a sok munkáért és a bátor, előremutató döntésekért. A művelődési ház a korszerűsítés során nem csak új külsővel, hanem új névvel is gazdagodott. Dr. Balázs Józsefné Földes Magdolna, a település neves tanítónője, Hévíz-György kulturális, hagyományőrző életének évtizedekig kiemelkedő alakja volt. Tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el, többek között a Kóta díszok levelével, a Magyar Zenekultúra Szolgálatában kifejtett kimagasló művészi és tanári munkájáért. Mi Hévíz-Györkiek neki köszönhetjük, hogy nem merültek feledésbe a Hévíz-Györki gyermekjátékok. Tanítványaival még versenyekre is járt. Több korosztályból való gyermekeket tanított meg játékosan, hasznos időtöltésre. Az ő vezetése és segítsége által könyvek formájában is megőrzésre kerültek falunk régi játékhagyományai. Dr. Lázár Katalin és Hintalan László az ő segítségével jegyezte le falunk gyermeki játékait, gyermekdalait. A Hévíz-Györki népdalok gyűjtésében is segítségünkre volt. 1957-ben Ónagy Gábornak, a nyelvtudományok kandidátusának nyújtott segítséget az itteni kutatásokban. Segítségére volt a Mifán terem a magyar szólások és közmondások című könyvének megírásában. 1969-ben vezetésével megalakult a Hévíz-Györki asszonykórus. Mindig hitelességre tanította az asszonyokat, óvta őket az értéktelen műdalok éneklésétől. Talán részben neki is köszönhető, hogy Hévíz-György gyönyörű népviselete így megmaradt. Nagy figyelmet fordított arra is, hogy a viseletet a szereplések alkalmával eredeti formájában viseljék, az értéktelen csillogó díszítéseket mindig ellenezte. Az öreg templom felújításánál is tevékenyen részt vett. Régészek munkáját segítve régi ismereteinek megosztásával. Az átadó ünnepségen a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjjal kitüntetett Hévíz-Györki asszonykórus galgamenti névdalokat énekelt a jelenlévőknek, így tisztelegve az ugyancsak Csokonai díjas alapítójuk egyben az intézmény névadója előtt. Sejgyörki anyók, de szépek vagytok este. Olyák, mint a teja rúzsa levele, teja rúzsa hullatjaja levelén. Sej sír a kisjany, ha bekötik a fejét. Teja rúzsa hullatjaja levelét, sej
kisjány, ha bekötik a fejét. Hévíz Györki torony, de messzire ellátszik. Annak tetejébe piros rózsa virágzik. Azt a piros rózsát száz felé fújja a szív. Köszönöm galambom, hogy eddig is szerettél. Az általános iskola épülete után az egyházak képviselői a felújított művelődési házat is megáldották. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához. Keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt. Csodáira és döntéseire. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy van minek örvendeznünk. Hogy egy sokszor szomorkodó világban, egy sokszor elkeseredő világban, te mindig adsz örömet számunkra, és adsz okot arra, hogy ünnepeljünk. Így köszönjük meg, hogy ezen a mai napon ennek a két épületnek a megújulásáért téged dicsőíthetünk. Te tudod, Urunk, mennyi küzdelem, harc és kemény munka áll mindazok dolgok mögött, amikor valamit megújítunk, emberek elé tárunk. Kérünk, áld meg mindazokat, akik segítették a művelődési ház felújítását. Áld meg azokat is, akik használni fogják falunk egész közösségét. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rá, és maradjon rajta mindenkor. Amen. A szalagátvágás alatt a Hévíz Györki asszonykórus Balázs Józsefné legkedvesebb dalát énekelte el. Lement a nap a maga járásán. Sárga rigó szólt a Tisza partján. Sárga rigó meg a fülemüle. Szép a rózsám, hogy váljak el tőle. A művelődési háznak egyik részét, a főbejárat része az 1990-es évek elején felújításra kerül, de a többi, a nagy teremnek a oldalfalai, se a tető nem volt azóta, nem történt semmiféle fejlesztés, felújítás. A nyílászárók 41 darab lett a művelődési házon kicserélve, a homlokzati szigetelés az körülbelül 800 négyzetméter volt, a födém szigetelés az pedig 600 négyzetméter. A két intézmény jelentős energetikai felújítása közel 105 millió forintból valósult meg Hévíz Györkön. A korszerűsítésekből előreláthatólag 30%-os megtakarítás várható, pontos adatok azonban majd csak a fűtési szezon véget érte után állnak majd az önkormányzat rendelkezésére. Mindkét épület régi épület volt, energetikailag nem volt megfelelő, állapotát tekintve sem. Én úgy gondolom, hogy megújult állapotában szolgálja a jövő nemzedékét, és szolgálja magának a településnek a nemzedékét. Hiszem azt, hogy amely település fejleszt, amely pont iskolát és kultúrházat fejleszt, az a jövőbe vetett hitét teszi le az asztalra, és amellett áll ki. Én úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések valamennyi magyar településen nagyon szükségesek. Szeretnénk, hogyha minél tovább tudnánk ezeket a középületeket fenntartani, és energetikailag olcsón fenntartani. Most azzal, hogy a központi régió két részre válik, tehát külön válik Pest megye és Budapest, azzal úgy gondolom, hogy a Pest megyei településeknek még nagyobb esélye vagy lehetősége lesz, hogy ezekben a fejlesztésekben részt vegyen. De a kormányzat központi szándéka is az egyben, hogy azokat a közintézményeket, ami részben állami fenntartásúak, részben önkormányzati fenntartásúak, minél nagyobb arányban felújítsuk. Az Európai Unióval kapcsolatban is vállaltunk egy kötelezettséget, hogy minden évben egy megfelelő mennyiségű és mértékű épületet kívánunk felújítani. Ennek a pénzügyi forrása részben magyar forrásból, magyar kormány által adott forrásból, részben EU-s forrásból rendelkezésre áll.
A települések aktivitásán múlik, hogy milyen ütemben sikerül felújítani. 2016-ban a KEOP pályázatokból körülbelül 100 milliárd forint támogatás fordítható majd a közintézmények korszerűsítésére. A TOP-ban, a területi operatív programban minden területnek megvan a maga forrása, amiben szintén vannak önkormányzati közintézményekre pénzek, illetve ipari fejlesztésekre, ipari energetikai fejlesztésekre pedig a GINOP-on belül van mód. Egy szóval összességében, hogyha ezt a ciklust lezárjuk, tehát 2020, akkor több mint 600 milliárd forintról mondható az el, hogy energetika, energetika racionalizálás, pozitív gondolkodás, jövőkép, erre a célra lehet felhasználni. Ezeket a pályázati lehetőségeket Hévízgyörkön is igyekszik majd kihasználni a település vezetése. Folytatva az energetikai korszerűsítést, a jövőben a közintézmények fűtési rendszerének megújítására is törekednek. Emellett számos más fejlesztési tervet is szeretne megvalósítani az önkormányzat. A takarékos gazdálkodás okán vannak tartalékforrásai az önkormányzatnak, de lehetőség szerint minden pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani. A örömmel jelenthetem itt a televízió nézőknek, hogy a 2015-ös esztendőben sikeresen pályáztunk a Magyar Labdarúgó Szövetség műfűves labdarúgó pályaépítésére, úgyhogy 2016-ban az általános iskola udvarára egy kisméretű 20-40-es méretű focipályát fogunk építeni. A VECOP, a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázati kiírásait már szinte lehet azt mondani, hogy hónapok óta nagyon-nagyon várjuk, hiszen annak a keretében bölcsődét szeretnénk építeni Hévízgyörkön.